Hogyan tovább nem bírom már, úgy kimondanám, megtörne a jég. Lemezének témája, geci. Na menjünk! Szevasztok srácok, én Jan vagyok mellettem, BB. Sziasztok! Ez pedig itt a Fülelő. Mai kiveszélő behoztunk nektek a Fatal Error Művirágok Karneváljának második felvonását. Így van. Mert a Misi volt olyan nagyon jó fej, és átküldte nekünk még megjelenés előtt, hogy ha már gondoljuk, akkor ha már, akkor hallgassunk már rá. Ha már. Ha már. És ha már ráhallgattunk. És ha már ráhallgattunk, akkor elmondanánk, hogy na, így kell valahogy dupla lemezt csinálni. Igen. 2021-ben. Így van. Kétszer nagyjából 30 perc. Így két részletbe kiadva, tökéletes. Nem kétszer 75 Metallica, figyelsz? Igen. Ha már külön adjuk ki őket, bazd meg. Igen. X idő eltéréssel. A hardware már rájöttem itt amit a hibából. Mindegy, nem ez a lényeg. Egyben működik igazán az. Meghallgattad egybe, kettőt, egymás? Nem, annyi időm sajnos igen. Nem én volt. Igen, igen. Meg, és egyben működik? Működik. Nagyon na, hát erről van szó. Működik. Én nem, én ezt pörgettem így le többször, és amikor az elején megjön a tempó... Hívd a gyerekek! Hát legalábbis nagyon közel van hozzá, akkor nálam az volt, hogy na, egy ilyet nagyon hiányoltam az előzőről. Igen, egy ilyen tempós döngetést. Egy ilyen, ha el... Nem, mert hogyha ez ott lett volna, akkor itt nem lett volna. Tehát... Mondjuk az is igaz. És, de egy hasonlót nagyon szívesen vettem volna az egyre is. Igen, és amúgy értem a koncepciót, hogy ugye ezen vannak a baszatáskák, a baszatáskább dalok, és az előzőn voltak a finomabb, könnyebben emészthető dalok. Nincs ezzel semmi probléma, legalább csokorba vannak gyűjtve, ha már ugye művirágok. És a forradalom az meg az évhimnusza nálam. Tehát az konkrétan az annyira királyul meg van írva az a dal, a maga kis akusztikus kezdésétől az akusztikus lezárásáig. Igen. És közben meg annyi minden történik, és a három gitár három félét csinál, és a Misi bejön énekel, rohadtul jó, mikor a Misi énekel, pont. Nyilván Zsola hangját is nagyon-nagyon imádjuk, de amikor mindketten vannak, az kurva jó. Ja. A Zsola, a prefrén az igazi Zsolától, az olyan lassan szívódik fel a vére. Igen. Ahogy azt, úgy ebben az országban csak a Zsola tudja ezt elénekelni, szerintem. Hát nyilván, persze. És erről beszéltem az első résznél, oda tesszük föl, hogy a Zsola hangjának karaktere van, kurva jó hangja van, és kilométerekről beazonosítható. Aha, igen, igen. Most igen, már szőke lovasz nélkül is, csak a hangról. Még hogyha... A szövegben olykor ilyenek vannak, hogy vashiány vagyok a véredben, meg ilyenek. Igen. Ott néztem egy nagyot, de nem cringe, tehát nem gáz. Csak igen. Egész egyszerűen ilyet nem nagyon írtak még le. Már rockzenében, meg metalzenében, magyarul. Angolul sem hiszem. Én néha azért küzdök az asszonáncokkal, tehát amikor nem tiszta rímek vannak, hanem... Aha. Én azokkal azért néha küzdök, mert... Tudod fára mászol például? Például így van, mert a mondani való értem, ott van, és a szöveg is jó, csak néha bántja a fület. Nagyon néha. Halló tessékezés volt még érdekes, ha magamban beszélek nél. Nekem az adta. Adta szerintem persze, meg, az jó. Meg floppás, csak fura volt, meg az megint nem egy záródás. Akkor... Most a Valhulla Mistenger remix az... Ja igen, az tengely. Igazából, amikor egyben meghallgattam, akkor működött a végén. Igen? Aha. Na hát akkor meg... Hát akkor meg... Jó, igaz, nem szoktuk az ilyen remixeket, meg bónuszdalokat lemez részének tekinteni. Most kivételt teszünk, mert így van értelme. Ja, hogy a remixről beszélsz, azt hittem a izéről, a magamban beszélek. Nem, dehogy is. Ja, a remix. Hát pont azt, hogy azt ne tekintsük záródalnak, hanem itt a Valhullám Mistenger, az meg működik a végén. Ja, értem. Ha egybe hallgatod a kettőt. Jó, legyen a magamban beszélek, az meg egy ilyen melankolikusabb, igen. Kesergősebb hangvételű dal, és mint záródal nem működik annyira. Én nem szoktam mondom az ilyeneket tényleg ez záródalnak tekintem, mert beleszámolj úgymond a lemezbe, mint a remixek, bónusz trackek, stb. De most ennek itt helye van. Itt megvan a helye.
funkciója van. Mondd azt, hogy funkciója van, és akkor jó lesz. Igen. Bár én szívesebben vettem volna egy szóhoz juthatnék, kilőtt fára mászó, kaliberű, meginduló tempós veretést még a végére, és akkor utána még RMX-et rakni. Ötöt. Nem. Csak az, hogy maga a remix dal kell ahhoz, hogy a lemez vége az helyén legyen. Aha. Nálam. Ja, értem. Az nem szokványos. Igazából dupla lemez fél évenként sem kimondott a szokványos kiadni, úgyhogy kezeljük rendhagyóan az egészet. És egyébként, mint ahogy korábban már elmondtam a kommentben, hogy ha a Művirágok Karneválja lemez mint olyan felkerül évvégi listánkra, ha felkerül, még nem tudjuk. Igen. Akkor egybe fogjuk venni. Aha, hát nem igen, úgy, hogy egy-kettő, igen. Hanem ezt egybe van értelme, tényleg. Én az elsőt összességében erősebbnek érzem, függetlenül attól, hogy ott hiányoltam a baszatós dalokat, amik meg itt megvannak. Uh-huh. Ettől függetlenül mind dalokat, mint megoldásokat, harmóniák, dallamok, témák, azt az elsőt egy picit erősebbnek érzem. De tényleg kell az A oda, B oda. Igen. Nem tudok erre. Igen. Régen ez így lett volna, bár régen nem voltak egy óra. Amikor még A oda, B oda voltak, még egy órás lemezek nem voltak. De mindegy, ez a lényeg. Egyben kell meghallgatni. Amikor már bejött a izé. Mikor már bejött a 90 perces TDK, akkor azért már. De A oldal, B oldalas hanghordozók jó, nem értem. Olyan volt, hogy két lemezt megírtál, mi az? Rávette a kazetta egyik felére egy 50 perc, a másik egy 40 perc. Oké, okay. De olyan, hogy előadók direkt úgy gondolkodtak volna, hogy A oldal fél óra, B oldal fél óra, olyan nem volt. És nem tudom, mit akartam még közben. Na mindegy, a lényeg az, hogy ha az Iron Maidenre volt 70 perc, erre is legyen 60, jó egyben meghallgatni. Akinek volt, akinek meg nem, az meg nem, de... Igen, meg a Fatal Error egy olyan kis sziget így a magyar rock zenei életben. Igen. Ami így a rockból kikacsingat a mainstreambe, de a mainstreamből meg kikacsingat a rockba. Tehát így gyakorlatilag félúton vannak szerintem a kettő között egy ilyen saját ösvényen járva, és azt viszont bármikor nagyon jól tudják szélesíteni maguknak. És maguk mi van e között a kettő között a határmesdjében? Az alternatív. Dehogy is. Az alternatív az nálam mindig is egy lakatlan szigetre való volt, úgyhogy nem. Jó, de amúgy meg van egy jókora alter hatása ezért. De nyilván persze, hogy fatálba. Persze, hogy van. Hát nagyon sok a tiszta gitár, nagyon sok az elvontabb szöveg, persze, értem én. De... Szembe a Fatal Error egy alternatív rock metal zenekar egyébként. Uh-huh. Ja. Legyen. Én így tekintek rájuk, bocs, srácok. Nem akarok megbántani senkit, nem degradálóan értem az alternatívot. Igen, de nem lehet elvitatni, hogy amit csinálnak, az baromi jól csinálják. Persze. Ilyen szinten ezt a fajta zenét. Ismét talán azt az egyre is elmondtam, hogy senki nem játszik az országban ilyen szinten ezt az alteros, mainstreames rock metalt. Ez nagyon kevesen nem sikerül jól csinálni, de a Fatal Error négyek között itt is kimagasló, én azt gondolom. Igen. Szerintem nagyjából ennyik voltunk, mert a többit meg ma az elsőnél elmondtuk, úgyhogy ezt most azért nem tekernénk annyira kurflira, ha nem muszáj. Ja. Az is főrakjuk oda, amíg nem tettük volna. De már szerintem főrakjuk, úgyhogy csak igen. Mutatok a levegőben. Kicsit már hiányzik a tolt. Igen. Na. Köszönjük. De rossz. Szóval elmennék már egy jó Fatal Error koncertre. Igen. Az az egyik, mert nem is tudom mikor voltam. Voltam már, de nagyon régen szerintem ilyen. De már hogy években mérhető, hogy mikor voltam utoljára. Ez az egyik. A másik meg, hogy most pihenjetek rá, srácok. Szerintem egy 2-3 év bőven. És akkor így. Majd jöhet a következő, ami megint leszakítja az arcunkat. Így. Meg mikor volt utoljára olyan, akár magyar, akár külföldi, amikor egy dupla lemezért így belelkesedtél?
a Hardwired még mindig nem éri. Akkor bazd meg, mi nem éri a Hardwired? Mert azt tudom, hogy non plus ultra nálad, mindenre az lenne a válasz. Nem éri, mondjál mást! És én még az illúziát sem tudom előre. Na bazd meg, szerintem... Olyan is éri, ami kimondottan dupla lemeznek lett számva, vagy... Aha, persze. Vagy csak... Mármint, hogy csak az éri, vagy olyan is, ami azért lett dupla lemez, mert csak annyira fért rá. Hát mire gondolsz? A Gaia 2-re, a Gaia 3-ra. Jó, legyen akkor az, nem? Akkor az, megint már jó, de azt mondom. Igen. Szóval, hogy az elmúlt jó pár évből nem tudunk ilyet mondani, mert azért a legtöbb dupla lemeznek mindig az a rákfenéje, hogy a B oldalon már csak a B oldalas dalok maradnak. És itt meg a második lemezen se B oldalas dalok vannak, és ez tök király. Azért vitáznék veled egy picit, mert ami dupla lemez, az esetek nagy százalékában koncept lemez. Nem feltétlenül, de nagyon nagy százalékban. Mesmerize, Hypnotize. Jó. Jó, ebben meg igazad van. Vagy a Guns N' Roses-nak mi volt a... Use Your Illusion, az. De ott se tudod kettészni, hogy a kettes Use Your Illusion, vannak a szarabb dalok. Mert azon van, hogy lehetnél bánya például, ja, az nem az egyesen van, hanem a kettesen van. De most ezt most nem arra mondtam például, ja, hogy úgy, hanem a koncepció. Ja, értem, igen. Á, jó, ez a két leghíresebb, de értem, mit mondasz, és ja. Hát általában egyébként azoknál szokott előfordulni ez a B oldalra gyengébb dalok kerülnek című történet. Akiknél nem konceptlemez a státusz az adott duplának. Ha konceptlemez esetében ilyen van, akkor azt a koncepció elkefélségével kell magyarázni. Valószínűsítem. Ja. Jó, oké, legyen. Elfogadtam. Jó. És nagyjából szerintem ennyik volt. Nagyjából ennyik voltunk szerintem mára. Mondjátok, hogyha valami még hiányozna ebből a kis kibeszélőkből, aztán legközelebb megjövünk. Igen. Írjál, iratkozzál, honlapot frissítsé. Ja, tényleg. Tudjuk, hogy mostoha gyerek, manapság már a honlap, ki a fasz nézi azt? Mi néztük volna? De mindannyian tudjuk, hogy nem a halandó az utolsó lemezetek, úgyhogy légy szíves. Hogy mondjam? Nem vett annyira jó fényt az adott zenekarra, hogyha hanyagolja a média felületeit. Már csak a social media a lényeg. Na, többi már lófasz kiflivel. Nem vagyunk ilyen izék, hogy MySpace-t, meg nem tudom mit frissítsetek, de egy honlap tényleg annyira default dolog még mindig. Ja. Ha már van, akkor például nekünk nincs. Nem is kell vele foglalkozni, hál' Istennek. Egyre kevesebb dolog, amivel foglalkozni. De ha már van, illik karba tartani. Így. Most nem vonunk le ezért pontot, de hogyha 2024-ben beszélünk a következő Fataleról lemezés, akkor is a halandó lesz a friss, akkor előkerül a korbás gyerekek. Akkor azt hallgatjuk újra. Igen, na. Akkor azt, de az örömmel. Igen, az mondjuk igaz. Örömmel, az mondjuk igaz. Örömmel, mert egy... Hát nem tudom. Már elzsibbadt a karom gyerekek, úgyhogy kerom, engedjük el. Karom. Jó, azon gondolkodom, hogy mindig a padlónál a kedvenc fatal nótám. Lehet, hogy nem. Most már lehet, hogy a szóhoz juthatnék? Most már lehet, hogy a szóhoz juthatnék, igen. Na, hát ennyi. Vagy az egyes címadó. Művirágok karnevália? Az. Uh-huh. Ott az, ahogy építkezik, az uh-huh. 10 perc. Igen. Figyelj ide, most már megfoglak. Sziasztok. Szevasztok, srácok. Köszi. Szépen. Ahol tudok, segítek tudni. Volt egy zenekar, Komáromban játszottunk velük, a csávó folyamatosan így énekelt. Gratulálok. Így. Nem tudom, hogy csinálta, bazdmeg. Lehet, hogy a saját tökéletét szagolta. Nektek is mutatom, a csávó folyamatosan így énekelt, és nem azért, mert halálra be volt kurva, hanem mert rohadtul lámpalázas volt, azt hiszem a zenekarnak így az első vagy a második koncertje volt. Nem mentség.
És konkrétan így félt az emberektől, és folyamatosan 90 fokban meg volt döntve a derek előre. Hát röhely volt komolyan. Kozmodiszket javaslok!